Azért alkottak, hogy megmentsem a világot. Hogy az emberek az égre felpillantva meglássák a reményt. Elsőként ezt veszem el tőlük. Sziasztok, én Robi vagyok, és ez itt a Bosszáló Kultronkora élménybeszámoló kritikaszerűség. Mivel még úgysem csináltam ilyet, gondoltam, kipróbálom magam ezen a téren is. Szerintem mondanom se kell, hogy a Marvel ismét egy remek művet hozott létre, bár mikor megjelent az első előzetes, akkor nagyon reménykedtem abban, hogy ez a film nem fog csalódást okozni, ugyanis úgy mutatták be, mintha csak egy robot herring party kellős közepén lennék. Tudjátok, az az érzés, amikor MMORPG-s játékban ölött tömegesen a mobokat. Fogalmam sincs, hol a karakterem. Az előzetesek és a képek alapján ezt a rengeteg Ultron robotot azért már túlzásnak éreztem, és úgy vélem, a film is egyre inkább az értelmetlen öldöklődésre fog átirányulni. De nem így lett. Igaz, a film 70%-a harci jelenet, de ettől függetlenül a történet halad tovább, mondhatnánk úgy is, hogy a harci jelenetek nagyobb átvezető részek csak. Szereplőkben sem kell csalódnunk, hozzák a már jól megszokott formájukat, persze most sem felejtenek el harc közben pózolni. Whosoever, be he worthy, you shall have of the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair, but firmly cruel. Be right back. I am Iron Man! Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Nothing. Oh, no, that's not a question I need answered. Fekete őzvegy a takarítónéni, Omega kapitány és Ultron után, akik Mortal Kombatoznak egyet a kamion tetején. Mindig utánatok takarítok. Piu, piu, piu. Őszintén engem az egész film a Tony Stark érdekelt a legjobban, hiszen ő hozta létre Ultront, egy mesterséges intelligenciát, aki egy rosszul sikerült kísérlet lett. Csak egy út vezet a békéhez. A pusztulásuk. Pajzsot akartam emelni a világ köré, de létrehoztam valami szörnyűt. Mesterséges intelligencia. Ez a vég. Az utunk végső állomása. Semmi sem tart örökké. Miért mások fizetnek meg a hibáinkért? De hát nem azért harcolunk, hogy utána békében hazamehessünk. Ezt csúnyán elszúrtad. Elképesztően kíváncsi voltam arra, hogyan tudja überelni páncélzatát a Vasember 3 után. Hát így. Két új hőst is kapunk, Higanyszálat és Karlátboszorkányt, aki egymás ellen fordítja Hulkot és Vasembert. Miután rájönnek, hogy mi is Ultron végső célja, már nem segítenek neki, és elindul a hajsza Ultron után, ami nem is annyira egyszerű. Ultron kisajátítja a Stark vaslégióját, és a roncsokból felépít egy elsődleges testet. Ezt persze kiiktatják a bosszúak, de Ultron visszatér egy eszméletlenül durva kinézettel, és egy szép kis hadsereggel. Ultron nem tud betelni ezzel sem, és szeretne tovább fejlődni, el is kezdi vízióját, mely már nem robottest lesz, hanem mesterséges szövet. Tonynak sikerül víziót Jarvisra átprogramozni és segítségével legyőzni Ultront. A filmből én egy kicsit hiányoltam azt, hogy nem került be Pókember, de aggodalomra semmi ok. A következő részben még mindig bekerülhet, ugyanis lesz folytatás. Srácok, ezt a filmet mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit is szereti a Marvel filmeket, annak ettől le fog esni az álla.
Miután elkezdtem nézni a filmet, egy 20 perc múlva azt vettem magamon észre, hogy nem kell már kinyitni ahhoz a számat, hogy betegyem a popcornt, mert már nyitva van. Mindenképpen azt ajánlom, hogy moziban nézzétek meg a filmet, és ha tehetitek, akkor 3D-ben, mert úgy lesz igazán jó. És szerintem mindegy, hogy kit visztek magatokkal, úgyis teljesen magába fog nyelni a film, a Marvel rajongók pedig még ha nem, akkor most kapnak orgazmust a filmtől. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Szevasztok! I am Iron Man! You hear me? I am Iron Man! Pew, pew, pew!